Dr. Tiles György vagyok, a Fine Institute for Augmented Intelligence elnöke, nemzetközi mesterséges intelligencia szakértő, és Hermann Hesse Üveggyöngy játék című könyvét fogom az olvasók figyelmébe ajánlani. Hermann Hesse a német író 1940-es évek végén kapott Nobel-díjat ezért az utolsó regényeért, amit több mint 10 éven keresztül írt. A könyv főhőse egy Joseph Knecht nevezetű fiatalember, akit fiatal korábban felfedeznek, és egy a világtól elzárt, ha úgy tetszik, kolostorba költöztetnek, ahol visszavonultan a világ zajától élnek olyan tudósok, tanárok és művészek, akiknek az egyik fő feladata az oktatás, az ifjúság felemelése, a másik pedig, hogy egy különös játékot játszanak, egy külön szellemi játékot, aminek Üveggyöngy játék a neve. A szabályai igazából nem derülnek ki soha a regényben, de egy nagyon-nagyon szakrális játék, amit láthatólag tudósok generációi fejlesztettek és vittek tökértességre. József a renden belül felemelkedik, ő lesz a játékok nagymestere, a legjobb üveggyöngy játékos a világon, majd a rendnek a feje, majd legnagyobb meglepetésünkre, de nem akarom a poént lelőni a végéről, úgy dönt, hogy vissza kell térnie a világba ahhoz, hogy küldetését beteljesíthesse, és nem maradhat mindig a Parnasszus ormain. Ez valamikor a távoli jövőben játszódik, és nagyon, sajátságos volt eljátszani azzal a gondolattal, hogy a 25. század kinézhet úgy, hogy szinte bármiféle technológiai innováció hiányzik belőle, csak a szellemi ormok meredeznek. Amiért még hatott rám, az a korábban már említett vonzódásom az elvonulások irányába, miszerint, hogy időről időre vissza kell törnünk a mi magunk Kasztáliájába, a könyvben így hívják ezt a királyságot, ami elzárva a világtól terjeszti az ő tudását. És azért is hatott rám alapvetően, mert nagyon-nagyon hiszek abban, hogy a világban, a saját kutatási területemen és a saját étoszomban szükség van olyan szervezetekre, ha úgy tetszik, ilyen szekuláris rendekre, akik azokat a nagy erőket, amelyeket a világot, és ide sorolom a technológiai erőket is kormányozzák, azokat a megfelelő civilizációs irányba legyen képes terelni. Knecht fejlődése mindannyiunknak a fejlődése, nem szabad elfutnunk, és ezért is hatott rám alapvetően, nem szabad elfutni nagy felismeréseink konzekvenciájától, bátornak kell lennünk akkor, amikor rájövünk arra, hogy az az út, amin járunk, az nem vezet jó felé. Tehát Hermann Hesse Üveggyöngy játék című könyvét ajánlottam. Dr. Tiles György vagyok, a FAI Institute for Augmented Intelligence elnöke, nemzetközi mesterséges intelligencia szakértő.